Köszöntöm kedves nézőinket a képernyők előtt, itt a Bartók Emlékházban pedig köszöntöm Varga István Gordonka művészt, akivel a mai adásban Beethoven C-dur cellozongora szonátáját fogjuk eljátszani. Beethoven cellozongora szonátái mérföldkövek az ő zeneszerzői életében. Vannak olyan műfajok, amelyeket egész életében írt, amely műfajokban egész életében alkotott. Ilyen például a 32 zongora szonáta. Jóformán évről évre komponálja a különböző műveket, azonban az 5 cselló zongora szonáta között elég nagy rés keletkezik időben, 2 komponál fiatalkorában, 1 a középső periódusban, és 2 pedig tulajdonképpen élete kései alkotó korszakában. Ez a szonáta, a C-dur szonáta 1815 nyarán keletkezett, és természetesen ennek is ihletője volt, egy kiváló hangszeres, mint sok olyan műnek, amely már egy olyan műfajban készül, amiben azt gondolja a zeneszerző, talán nem is alkot egy újabb műalkotást. Szeretném megkérdezni vendégünket, Istvánt, hogy lehet tudni, hogy Beethoven ismerte azt a csellistát, akinek alkotta, vagy esetleg egy konkrét hangszeres játékosnak készült ez a szonáta? Ha jól tudom, egyrészt abban az időben nagyon sok jó csellista volt, ezt le kell szögezni, hogy úgy kezdődött az egész, hogy Boccherini olyan elképesztő technikai fejlesztést vitt végre a csellózásban, ami teljesen kiegyenlítette bizonyosféleképpen a hegedűvel. Na most utána Haydn zenekarában mindig egészen kiváló csellisták voltak, akiknek Haydn a cselló versenyeit írta, és hát közülük igazából ők is kapcsolatba lehettek Beethovennal, és hallhatta őket, és az is biztos, hogy a fantáziáját hát intrigálta, és ezért tudott mindenfélét beleírni. Na most a korai szonáták, azok elsősorban Dupont és Romberg csellózásával voltak, azok ihlették Beethovent, mindkettőkkel játszotta is koncerten, ő zongorázott. Az A-dur szonátát, azt igazából nem tudom, hogy kinek írta, tehát bárkinek írhatta, akkor mindenki le tudta játszani, az biztos, aki tekintélyes csellista volt. A szóban forgó csellista, akinek a C-dur szonátát is, állítólag a D-durt is írta, Linke nevezetű, aki az erdődiék körül ott volt egy ilyen, hát majd úgy mondanánk, hogy rezidens csellista, aki a házi koncertekon állandóan játszott. És hát tulajdonképpen, ami magát a csellózást illeti, ez nem mondjuk a háromas verseny, az Beethoven háromas verseny az sokkal-sokkal igényesebb, és az egy abszolút csellóra, az egy kimondottan. Ma is például a Feuermann, aki Emanuel Feuermann, aki úgy, hát úgy általában úgy emlékezünk róla, ő a csellisták helyfece bizonyos féleképpen, és hát ő mindig azt mondta, hogy a háromas verseny az talán a legnehezebb klasszikus cselló verseny, ami létezik, és hát de a szonátákban is vannak bizonyos elemek, amik hasonlóak, kihívások, de tulajdonképpen nem haladja meg az A-dur szonáta harmadik, a középidőben írt, az tulajdonképpen igényesebb technikailag. A cselló zongora szonáták, mint műfaj történetében az 5 Beethoven zongora szonáta tekintető egy kiindulási alapnak, vagy előtte is komponáltak kifejezetten erre a párosításra? Hát erre a párosításra így nem. Mondjuk Romberg, aki kortársa volt Beethovennek, ő írt cselló zongora szonátákat, természetesen zeneileg
azokat lemaradnak, de írtak is, biztos, hogy mások is írtak, amiről esetleg én nem tudok, és az mindig úgy szokott lenni, hogy kevésbé ismert, mondjuk már elfeledt zeneszerzők már írtak, és megihletik az igazán nagyokat. De tulajdonképpen Boccherini írt egy csomó szonátát, amelyek még olyanféleképpen nem voltak zongora, cselló-zongora szonáták, ugye, mert nem zongorával játszott őket, de ami a cselló szólamot illeti, sok elem van, ami igazából előre mutat, és hasonló a Beethoven által használt elemekkel. A cselló kifejezett előnye az, hogy a hangterjedelme nagyon nagy, és így szolisztikus szerep után a basszus funkciót, a kísérő funkciót is átveheti. És a cselló-zongora párosításban talán az a leggyümölcsözőbb, hogy például a hegedűvel vagy egyéb magasabb fekvésű hangszerekkel ellentétben a cselló bizonyos szempontból a zongora bal kezével is partner tud lenni, és tud kínálni egy nagyon erős alapot, igaz? Igen, ez cellónak kimondottan az erénye, mert mi azt szeretjük hinni, hogy tulajdonképpen ugyanazt le tudjuk játszani, amit a hegedűsök, csak hát még van az a nagyon nagy plusz, hogy egy oktáv, meg egy kvintel még lejjebb is mehetünk, és ez igazából tényleg a legszebb része. Nem beszélve, hogy mivel ugye léteznek ezek a gyönyörű basszusok, hogy a magas hangok is azért másképpen szólnak, mert ott vannak alapul ezek a basszusok, és kerekebbek talán. Maga a darab, amit most elő fogunk adni, egy különleges mű, mert nem igazán lehet beszorítani a szonáta addigi műfajába. Beethoven késői alkotó periódusában járunk, amikor általánosan elmondható, hogy valahogy a motivika, a dallamai, egyáltalán a zenei ötletei szakadozottak, mindig megtorpannak, megállnak, hezitálnak. A legtöbbször a kérdésekre nem is jönnek válaszok, nyitva hagyott kérdéseket fogalmaz meg zeneileg. Azonban egy műnek a formája valahogy természetesen alakul a zenei alapgondolattal. Itt a zenei alapgondolat is tulajdonképpen egy bizonytalan kérdés, nem egy kijelentés, hanem egy kérdés. Meg tudnád mutatni, kérlek, hogy hogyan indul el ez a darab? Ennyit mond a cselló, amihez rögtön hozzáilleszkedik a zongora, és ő is eljátsza a maga válaszát. És ehhez hasonló megtorpanásokkal teli van a darab. Olyan, mintha Beethoven állandóan próbálna kitörni valamiből, mintha saját maga határait feszegetni, és ez a határfeszegetés szabja meg valójában a műnek a formáját. És mi is ennek a műnek a formája? Beethoven szabad szonáta elnevezést is adott eleinte ennek a darabnak, hiszen egy nagyon elmélkedő, filozófikus kérdésekkel teli tulajdonképpeni bevezetéssel kezdődik. Azután fog következni nagyon határozott, nagyon érces hangvételű következő szakasz, ami után a tulajdonképpeni szonátákban elhelyezkedő lassú tétel következik, azonban ennek sincs nagyon lépő menete, inkább beszédszerű, recitatívószerű anyag szerepel benne, és a nagy léptékek az apró értékekkel vegyesen szólalnak meg, igazából egy kitapítatatlan zenét hallunk. Beethoven újra visszaidézi majd a legelső motivumot ezután, és következik egy olyan pergő, tulajdonképpen humoros és kacsintásokkal teli zárótétel, ami viszont teljesen az ellentéte azzal, ahogy ez a mű elindult. A csellistáknak a kihívás azon felül, hogy hogyan lehet ezt a zongora hangjával összeilleszteni és megfogalmazni ezt a hihetetlen tartalmas mondanivalót, valóban egy kihívást jelent az, hogy ezt a formát hogyan lehet egyben tartani, vagy hogyan lehet
úgy megfogalmazni, hogy ne egy vége láthatatlan folyamat legyen, de mégis egy kerek egész a végén? Hát igen, szóval ez a C-dur szonáta az veszélyeket rejt a formával kapcsolatban, és nagyon fontos, én szerintem nagyon fontos a következetesség, és ebben ezért, mert ennyire szétszórtan gondolkozik, vagyis nincsenek nagyobb felületek, amelyikkel dolgozik. Ezért nagyon fontos, hogy a motivumoknak a felismerhetősége az mindig ugyanaz, változik a karakterük, mindenféle változik, de az alap természetük az mindig meg kell, hogy maradjon, és ez nagyon nehéz megcsinálni, mert nagyon sokféleképpen hozza. És hogyha ez nem történik meg, akkor szokott szétesni a darab, ahogy mondjuk. Erről jut eszembe, hogy sokszor azon gondolkodom, hogy vannak olyan zeneművek, amelyek tényleg olyanok, mint egy repülőgép pályájának a kiszámítottsága. Tehát, hogyha egy bizonyos alakzatban, egy bizonyos sebességgel elindul a zenemű, szinte lehet érezni, hogy hol fog befejeződni, meddig fog tartani. Ennél a darabnál viszont azt érzem, hogy egy állandó eltérítés zajlik, vagy egy állandó újratervezés van a darab folyamán, és ezt majd a nézők is fogják észlelni, hogy soha nincs egy olyan kapaszkodó pont, hogy most végül is elérkeztünk valahova, és zárulna egy forma. Egy-egy zárás az mindig egy újabb kapunak a nyitását hozza magával, és maga az is egy kérdés, hogy egyáltalán a zenemű, amikor véget ér, akkor keletkezik-e bennünk egy befejezett utazás, vagy pedig ez folyik tovább a képzeletben. De mivel, hogy zenéről úgy gondoljuk mind a ketten, hogy nem beszélni nem lehet, legfeljebb csak érinteni azokat a köröket és részeket, amit egy zenemű rejtett magában, ezért most szólaljon meg maga a mű, az Opus 102 numero 1-es Beethoven cselló zongora szonáta Varga István Gordonka művész közreműködésével. Thank you.
Thank you.